Márko Gyuricin és Varga Roland góljával 2-1-re győző csapatunk a Slovan Bratislava ellen klubunk pénteki edzőmérkőzésén. Szurkolóink a most következő képekben tekinthetik meg a mérkőzés összefoglalóját. Csapatunk egyenlítő gólját szerző és végig rendkívül harciasan játszó Márko Gyuricin a következőképpen értékelte a mérkőzést. This was a strong opponent. Kemény ellenféllel játszottunk egy tempós mérkőzést. Védekezésben szerintem kifejezetten jól teljesítettünk a gólt leszámítva, amit azonban sikerült időben korrigálnunk. Nem engedtük helyzetbe kerülni az ellenfelet, mi ellenben agresszívan és offenzívan futballoztunk, ami kellett is ahhoz, hogy egy ilyen kiélezett mérkőzésen nyerni tudjunk. A vége felé már tetten érhető volt némi rivalizálás, amiből győztese jöttünk ki, nyerni pedig mindig külön öröm. A gólom előtt csináltunk egy kényszerítőt Kornéllal, ő meglépett a szélen, én pedig ma rendre a rövid kapufához érkeztem a beadásokra. Kornél fölnézett, remek beadással szolgált ki, amit követően már nem volt nehéz dolgom, szép találatnak gondolom. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.